Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról részvevőket is. Én Bartáni Tusek Ibolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. A PPA, a Hunortrade ZRT, továbbá a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 2016 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. Szedlacsik Miklós nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós sikereinek titka nem a szerencse, hanem a hit és a meggyőződés. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Ő egy olyan ember, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érintik a legkülönfélébb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Az évek során meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós követendő példa, egy példakép számomra. 1987 óta van tapasztalata az emberekkel való bánásmód területén. 91-től szerzett tapasztalatot a csapatban együttműködés területén, és azóta van saját szervezésű csapata is. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a problémamegoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Több pénzintézet vezetője volt. Az egyik pénzügyi terület piacvezető pénzintézetének is vezetője volt, sőt az ő vezetése alatt lett az egyik legnagyobb. Céljai között szerepel, hogy a Nyílt Akadémia legyen a világon a legnagyobb tudás átadó szervezet, továbbá az, hogy akikhez eljutnak a tanításai, szeretetben, egészségesen és boldogan éljék az életüket. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között fentről kap válaszokat, információkat. Szedlacsik Miklós vezetőnk, a teremtője, a jó Istenet több különleges képességgel is megáldotta. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz hozzá kap részletes információt és tudást a teremtőjétől, jó Istenétől. Képes személyek esetében is lelkileg visszamenni a múltban és előre menni a jövőbe. Nem igazán jellemző, hogy egy ennyire nagy tudással, képességekkel és tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik, ezáltal megvalósíthassák vágyaikat és szenvedéllyel követhessék céljaikat. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy párttag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt privatizációban sem. A saját eredményeinek köszönhet mindent. 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Korábban az anyagi területen ért el sikereket. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Küldetése az aranykor létrehozása,
az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Na nézzük meg akkor, mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, gyakorlási lehetőségeket, ami nagyon fontos, képességeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, azért, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. De az úgy megkérdezném, hogy vajon az emberiség e felé halad? Szerintetek? Nem? Hát akkor gondoljátok végig, hogy mi felé halad. Vagy inkább úgy mondanám, hogy mi felé halad eddig. Ha jobban megnézzük, akkor én azt mondanám, hogy a bolygón, lehet, hogy kicsit durva leszek, hát én gyerekkoromtól azt látom, hogy az emberek többsége az elhűlés szintjén van. Tehát ami azt jelenti, hogy fokozatosan a társadalom az elhűl. Tehát én visszaemlékszem gyerekkoromra, 6 éves koromtól rendszeresen voltam le Szabolcsba, ugye előtte is, csak azokra nem emlékszem, hiszen édesanyám Szabolcsból származik, illetve az a rész a Szatmár, és én azt láttam, hogy akkor sokkal, de sokkal értelmesebbek voltak az emberek, lehet, hogy azért, mert hogy én gyerek voltam, és akkor nagyon értelmesnek tűntek egyének, de én mintha azt látnám, hogy a gyerekeknek valahogy mostani felnőttek nem tűnnek olyan értelmesnek, mint nekünk annak idején a felnőttek, legalábbis nekem. És mindenki úgy élte az életét, hogy gyakorlatilag nem volt függőségi viszonyban. Itt Pesten igen, mert ugye itt rengeteg alkalmazott volt, de ott lent, Szabolcsban nem. Tehát ott, vagy Szatmár, mindegy. Tehát lényeg az, hogy ott az embereknek volt saját kis gazdaságuk, állataik, pásztái, saját kis földjük, hatalmas kertjük, stb. Stb. És gazdálkodtak. Jó, dolgoztak a TSZ-ben is, de igazából azt láttam, hogy ők félig meddig önállóak. Vagy azt láttam a szüleimtől, 72-től, hogy ők is önállosodtak. Majd akkor én elhatároztam, hogy én nem akarok alkalmazott lenni, én vállalkozó akarok lenni. Tehát ezt mikor határoztam el? Kb. 14 éves koromban, 15 éves koromban, mivel évvesztes vagyok, 15 éves koromban ugye választottam szakmát gyakorlatilag, akkor kezdtem el ugye a szakmámat anno annak idején tanulni, és abból a célból, hogy majd én vállalkozó leszek. Na hát az nem jött össze, mert már akkor milliókba került volna abban a szakmában vállalkozó lenni, de azért mégis összejött, hogy 87-től vállalkozó lettem, tehát 7 év alkalmazotti lét után sikerült vállalkozónak lenni, nyilván még kezdetben csak másodállású vállalkozó, majd később cégtulajdonos, majd sok cégnek a tulajdonosa is voltam már, egyszerre is több cégnek a tulajdonosa. És akkor így jobban megnézzük, igazából
Én azt láttam, hogy gyerekkoromban, hogy az egy határozás kérdése volt, hogy a szüleim vállalkozók lettek-e vagy sem. Tehát ami azt jelenti, hogy ők határozták el. És utána azt láttam, hogy minden tekintetben jobb életet folytattak vállalkozóként, mert hála Istennek egy olyan vállalkozásba kezdtek, ahol mind a ketten bekerültek a vállalkozásba. Tehát az azt jelenti, hogy anyu is, apu is a vállalkozás tagja volt, tehát ezáltal onnantól kezdve állandóan volt közös téma. Most kérdezzem én, ha ti teljesen külön foglalkozást üztök a pároddal, mi a közös téma? Mi? Hát van még egy közös téma, ugye az ember mondjuk építkezik, akkor lehet közös téma. Vagy lehet közös téma mondjuk, ha gyereket nevel. De hát ugye a gyerekneveléssel kapcsolatban mi a közös téma? Vagy a gond, vagy az öröm, nem? Ha éppen nincs öröm, akkor mi a közös téma? Ha éppen nincs gond, akkor mi a közös téma? A gyerekkel kapcsolatosan. Hm? De egy vállalkozásban, amikor valamilyen szinten együttműködnek, akkor szinte állandóan van közös téma. És az emberi kapcsolatokban az ideális, hogyha van miről beszélni. Érted? És lehetőleg olyan dologról beszélni, ami előre visz. Nem olyan dologról, ami hátra visz, tehát visszavisz, meg nem is olyan dologról, ami nem visz sehova. Hát most megnézed, a legtöbb ember kommunikációjában mi a téma? Hát a jelenlegi helyzet itt az országban, nem? Nem már, hogy a világban mi a helyzet, fogalmunk nincs, mert arról már nincs szó a médiában, szinte semmi. De mi van itt Magyarországon, ugye ez a helyzet? Na most, de, most kérdezem én, mikor két ember mondjuk arról beszél, hogy mi van itt Magyarországon, ebben a jelenlegi helyzet, mind tudnak változtatni? Mennyire képviseli a céljukat az a kommunikáció? Mennyire visz előre az a kommunikáció? Hm? Hát ez se előre nem visz, se hátra. Nem? Tehát mondhatjuk azt, hogy totál felesleges kommunikáció. Tehát az embernek alapvetően, ugye ha egy ember okos és értelmes, akkor kétféle kommunikáció van. Valaminek a megtapasztalásának a megbeszélése, nem? Vagy valamilyen cél érdekében való haladás, nem? A többi az, megmondom őszintén, az csak ilyen reszli. Ez csak kitölti a hézagot, nem? Hát most gondold végig. Én láttam azt, lehet, hogy te nem láttad, de én visszaemlékszem gyerekkoromban, mert ez nekem nagy befolyást, tehát nagy benyomás, nem befolyást, benyomást tett rám, hogy láttam, hogy hogy élnek előtte, mert azért már voltam 11 éves, simán visszaemlékszik az ember, és simán fölfogja a dolgokat 11 évesen, és láttam, hogy hogy éltek előtte, és láttam, hogy hogy éltek utána. Tehát láttam, hogy mennyi vitaveszekedés volt előtte, és utána mennyivel kevesebb vitaveszekedés volt akkor, amikor már közös szekeret toltak. Érted? Tehát, hogyha te alkalmazottként a párod, tudom én, máshol tevékenykedik, meg te is máshol vagy akár, egy cégen belül, de nem azt végzitek, tehát semmi közöttök egymáshoz abban a tevékenységben, akkor miféle egy szekeret toltok? Milyen közös célotok van? Tehát egy vállalkozónak általában van közös célja, ha a családtag is vállalkozás tagja. Érted? Van közös cél. De alkalmazottak, nem mi a közös cél? Ja, menjünk nyaralni. Aha. Ja, meg újítsunk a házon valamit, nem? De most azon kívül kérdem. Mert ugye egy vállalkozásnak mi lehet a célja? Nagyon egyszerű, a fejlődés. Nem? Fejleszteni tovább a vállalkozást. De most
Mit fejlesztesz otthon állandóan? Mit tudsz otthon állandóan fejleszteni? Állandóan fejleszted a házadat? Állandóan fejleszted az utazásodat? Állandóan fejleszted a ruhatáradat? Hogy mit fejlesztesz állandóan otthon? Érted? Mit tudtok közösen állandóan fejleszteni? Egy vállalkozásban az a közös cél, hogy fejlesztés. Miért? Mert ami nem fejlődik, az visszafejlődik. A stagnálás az a visszafejlődés kezdete. És ha valamit két ember nem fejleszt, most házas párokról vagy párokról beszélek, ha két ember nem fejleszt, akkor visszafejleszt. Világos ez? Így működik az élet. És nézd meg, mit fejlesztenek az emberek otthon általában? Mit? Mi ami a fejlesztés része? Érted? Mi ami a fejlesztés része? Micsoda? Mi? Lehet, hogy mondom, fejlesztik a házukat egy hónapot, vagy kettőt, vagy hármat, és többi évben mi van? Mit tudnak fejleszteni? Egy család vállalkozáson kívül mit tud fejleszteni? A saját gyerekét valamilyen szinten, de a gyerek, ahogy eléri a serdülőkort, egyre inkább nem kér a szülei fejlesztéséből. Ezt ugye minden szülő megtapasztalja. Ha még nem, mert nem serdülő a gyereked, akkor úgyis meg fogod tapasztalni. Tehát ugye én, tudod, mikor hallottam ezzel kapcsolatban egy tanítást? A 90-es évek közepén, hogy amikor eléri a gyerekkor, a serdülőkort, onnantól kezdve a barátaira sokkal jobban hallgat, mint rád. Hoppá. És ez bárki megtapasztalhatja, akinek van serdülőkorú gyereke, hogy a barátaira jobban hallgat, mint a saját szüleire. Tehát, és ez igaz. Csinálhatsz akármit, akkor is igaz. És ugye ebben a tanításban az is benn volt, mondom, 95 környékén hallottam ezt először, hogy, mert ezt még CD-ről, vagy kazett, nem, akkor még kazettáról hallgattam. Kazettáról. Az is benne van, hogy a legnagyobb befolyásoló erő, tudod mi az emberekre? A barát. A barát. Oké? A barát. Nézd meg, mit tudom én, mondjuk nem figyelsz a gyerekedre, és rossz baráti körbe keveredik, mi lesz belőle? Mi lesz belőle? Na most, kik azok, akik legjobban befolyásolják az embert? Nagyon egyszerű. Akikkel a legtöbbet kommunikál az ember. Világos? Ez nagyon egyszerű. Tehát mivel az ember általában a barátjával kommunikál a legtöbbet, ezért a barát, ha a párjával kommunikál a legtöbbet, akkor a párja. Tehát jó lenne megnéznéd, hogy kivel kommunikálsz a legtöbbet. Ha a médiával kommunikálsz a legtöbbet, akkor a média befolyással a legjobban, hoppá! Egy magyar átlagember több mint 7 órát tévézik. Tehát te is 7 órát tévézel átlagosan. Akkor is, ha nem is nézel tévét. Érted? Sőt, a csecsemő is 7 órát tévézik átlagosan. Tehát most akkor gondold végig, mennyit tévéznek az emberek, ha te, aki nem tévézel, te is 7 órát tévézel. Papíron. Érted? Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek jó része az ilyen 10 órákat tévézik, érted? Az azt jelenti, hogy annyi időn keresztül megy a tévé. Nem biztos, hogy éppen nézi, de lehet, hogy hallja, hogy mi van benne. Érted? Tehát az a háttér. Tehát magyarul az kommunikál számára. Érted? Tehát ugye a tévé az rosszabb, mint az internet, mert az internet elé, ha nem ülsz, az nem kommunikál számodra. Érted? Tehát a Facebook elé nem ülsz, az nem kommunikál számodra. Oda-oda kell ülni és nézni. Érted? El kell olvasni. Meg a Facebooknak, hogyha nem kapcsolod be, csak ott van a számítógép, annak nincs hangja. De a tévé be van kapcsolva, érted, annak van hangja. És ha az tehát ha az beszél, akkor is kommunikál veled. Tehát a legrosszabb ebből a szempontból a média. Most gondold végig, hogy
Valamelyik nap olvastam egy olyan cikket, hogy egy ilyen alternatív média oldal fölrakott a saját Facebookos oldalára egy üzenetet. Ugye rendszeresen fölrak üzenetet, és az egyik üzenet miatt letiltották valami 10 napra. Tehát ami azt jelenti, hogy 10 napig nem tehetett föl semmit. Egy 10.000-es oldal, meg egy 40.000-es oldal. Alternatív média. Tehát az azt jelenti, hogy nem kormánypárti, de nem is ellenzékpárti média, hanem sima, sima alternatív média. És tehát valami olyasmit felrakott, ami miatt letiltották a megosztását. Na most gondold végig, egy alternatív média ma Magyarországon mondjuk elér 40-50.000 embert. És nézd meg, hogy a fősodrású média meg elér több milliót. Érted? És nézd meg, hogy az elmúlt egy évben miről kommunikált a média. Azelőtt miről kommunikált? Ugye az elmúlt egy évben a koronavírussal kapcsolatos kérdésekről kommunikált, azelőtt pedig a migránsokkal kapcsolatos kommunikáció ment éveken keresztül. És nézd meg, vajon az embereket ez a fajta kommunikáció mennyire befolyásolta. Most nézd meg példaként, hogy azok a személyek is, akik, mit tudom én, mondjuk oltás ellenesek voltak még ezelőtt mondjuk fél évvel, már azok is egy része beoltotta magát. Minek köszönhetően? Az óriási propagandának köszönhetően. Tehát magyarul maga a kommunikáció, az nézd meg mennyire működik. Tehát az befolyásol a leginkább, ami a legtöbb szót vagy képet küld feléd. És a legtöbb szót meg képet vajon mi küld? Hát a tévé, nem? A rádió az csak szót tud küldeni, képet nem? Hát a tévé. Tehát mondom, a tévé az rosszabb, mint bármilyen egyéb média ebből a szempontból, mert hát most gondolj bele, mit tudom, valaki áll a busz megállóba és közben nyomkodja a telefonját, vagy nézi a telefonba a híreket, érted? Az nem olyan, mint mikor a tévé megy otthon, és ott főzöl, mosol, takarítasz, vagy akármit csinálsz, és közben megy befele a sok sületlenség, érted? Az nem olyan. Tehát nem úgy nézik az emberek a tévét, hogy ott ül, mit tudom én, 10-12 órát a tévé előtt, nehogy azt hidd. Hát most gondold végig, a nyugdíjasoknak, ugye ma Magyarországon a nyugdíjasok lélekszáma körülbelül majdnem 4 millió. Na most, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas mit csinál azon kívül, hogy mondjuk elmegy, a legtöbb nyugdíjas mit csinál azon kívül, hogy elmegy mondjuk bevásárolni? Hát megy a tévé, azt nézi, érted? Jó, ellátja otthon a dolgokat, közben megy a tévé, érted? És rá néz. Ezt csinálja. Tehát ez statisztikában benne van, hogy lehet, hogy egy nyugdíjas bekapcsolja reggel a tévét, és mikor fölkelt, és kikapcsolja akkor, amikor lefeküdt. Érted? Biztos, hogy találkoztatok ilyen nyugdíjasok, amely nem egyet találkoztam. Akinek az a napi program, ha benn van a lakásban, hogy tévézik, érted? Mármint, hogy megy a tévé. Nem biztos, hogy mondom, ül és nézi, de hallja, mit mondanak. Na most szerinted a koronavírusról mondjuk reggel 8-tól, mondjuk este 10-ig hányszor beszélnek? Vagy például a rádióba. Ugye fél óránként adnak híreket, vagy max óránként. Szerinted minden hírekben benne van a koronavírus? Biztos lehetsz benne. Biztos lehetsz benne. Na most gondold végig, akkor micsoda kommunikációt folytatnak feléd. Most gondold végig, mit tudom én, megkérdezték tavasszal az embereket, hogy hány százaléka akar majd beoltatni magát, és a töredéke volt ahhoz képest, ami végül most már beoltotta magát. Tehát most hallottam, éppen a rádióban volt, hogy 67% az, tehát a felmérések szerint 67% akarja jelen pillanatban beoltatni magát.
És ez mit tudom én hány hónappal ezelőtt még mennyi volt? Arra már pontosan nem, de kevesebb az a lényeg. Érted? Tehát folyamatosan nő a száma. Tehát gondoljátok végig, érdekes dolgok ezek, nem? Tehát ezt most azért mondom, mert mindig és mindenkor a 20. századtól fogva, amióta a rádió működik, azóta egész jól tudják az embereket befolyásolni. Majd bejött a tévé, annál inkább tudják befolyásolni. Tehát még a, mondom, az interneten lévő közösségi médiák még lazábbak, mert most gondold végig, mit tudom én mondjuk, azokat mindig be kéne kapcsolni, meg el kellene indítani, érted? De a rádió meg a tévé az megy éjjel-nappal. Az megy éjjel-nappal. Tehát ami azt jelenti, hogy az be van kapcsolva, az nyomja az információkat, érted? Ami téged befolyásol. Tehát ugye engem az befolyásolt anno annak idején, hogy azt láttam, hogy a szüleim alkalmazottként hogyan éltek, és utána láttam, hogy elkezdtek vállalkozni, és utána hogyan éltek, érted? És elhatároztam ebből az egy dologból, hogy én tudni, hogy nem leszek alkalmazott. Kénytelen voltam 7 évig alkalmazott lenni, de amint lehetőségem lett, tehát találtam egy olyan lehetőséget, elém jött a lehetőség, hogy én ne legyek alkalmazott, akkor nem váltottam, hanem azt csináltam, hogy az alkalmazotti létem mellett másod tevékenységben elkezdtem vele foglalkozni. Érted? És amint az sikerült olyan szintre fölfuttatni, úgy ott hagytam az alkalmazotti létemet, mint a húzat. Érted? És nem bántam meg egy pillanatot sem. Tehát egy pillanatot se bántam meg. Miért? Tudod miért nem? Nagyon egyszerűen, az embernek olyan dologgal kell foglalkozni vállalkozóként, amire az embereknek szükségük van, és lehetőleg nem sokan csinálják. Világos ez? Na én mindig ilyet csináltam 87-től. Tehát 87-től vagyok vállalkozó, és 87-től mindig sikerült olyat csinálnom, amire volt igény, és nem sokan csinálták. Persze aztán váltani kellett, mert volt olyan, hogy mit tudom, az első tevékenység, amit végeztem, az olyan volt, hogy a rendszerváltás véget, meg a kínai piac véget, ugye az a terület ugye lassan elkezdett elfogyni. Ez még apunak a vállalkozásában voltam üzletkötő. És akkor utána kezdtem más dologgal, új dologgal foglalkozni. Hát most gondoljátok végig, amikor én elkezdtem vállalkozóként dolgozni, akkor a nejemmel ketten kerestünk, nem kerestünk végül is rosszul, mert ugye 87-ben, mikor még nem voltam vállalkozó, akkor kerestünk olyan 20-ast. Azért az nem volt rossz. Jó, de nekem volt olyan barátom, amelyik ketten kerestek 100-at. Érted? Mikor mi 20-at kerestünk? 87-ben. És amikor elkezdtem a vállalkozást, akkor sikerült azt elérni, hogy a vállalkozásból származó jövedelem, tehát tiszta jövedelem, az több legyen, mint a havi fizetésem. Sőt, több legyen, mint a kettőnk havi fizetése. Érted? Majd utána belefogtam egy olyan vállalkozásba, ami hálózatépítés. Mert én világéletemben emberbarát voltam. És világéletemben én szerettem az embereket, sőt, volt egy olyan indítatásom is, egy ilyen belső indítatásom, hogy én szerettem vezetni is, nem csak autót, jó? Tehát nem csak autót, hanem embereket is. Tehát egy ilyen belső gyerekkorból származó indítatás, amit ugye próbált apám rendesen csorbítani, de hát ennyi. Na szóval lényeg az, hogy
Hát gondold végig, milyen életet élsz? Milyen életet élsz? Miért jó neked, hogy alkalmazott vagy? Úgy játszanak veled, hogy akarnak. Érted? Tehát emberek olyan tevékenységgel foglalkoztak, ami nagyon érdekes, ami az elmúlt egy évben elég nagy mértékben bedőlt. Ez ugye az idegenforgalom, turizmus, ugye? Bedőltek az ilyen, tehát azoknak se túlságosabb ment a vendéglátás, ugye? És hát elsősorban ugye ez a kettő, mint a három lett volna, de most nem jut eszembe a harmadik. Na mindegy. Tehát most gondold végig, a vendéglátás. Soha nem akartam vendéglátással foglalkozni. Tudod miért? Mert itatják az embereket alkohollal. Az pedig etikátlan. Világos ez? Nem sajnálom őket, akik emberek itatással foglalkoztak, és most nem úgy megy nekik. Egy picit sem foglalkoztak, mert vízzel itatták volna őket, az egy más dolog. De alkohollal itatták. Na most a másik, ugye a kajáltatás. Őket se sajnálom, megmondom őszintén. Mert miért nem főzöl otthon? Érted? Miért nem csinálsz otthon kaját? Sokkal gazdaságosabb. Komolyan. És tudod, hogy mit eszel? Ami egy kulcskérdés a mai világban. Ha veszel kaját, honnan tudod, mit eszel? Ez ugyanolyan, mint megkérdezem, honnan tudod, mint a józan paraszti ésszel rendelkező emberek, tudod, mit mondanak? Tehát kik a józan paraszti ésszel rendelkező emberek? Akiknek nincs diplomájuk. Sőt, még lehet, hogy érettségiük sincs. Talán egy szakmájuk, érted? Tudod, mit mondanak? Nekem azért nem kell az oltás, mert ki tudja, mi van abban. És nagyon érdekes, mert minél több a diplomás, vagy minél iskolázottabb a réteg, annál többen oltatják magukat. Tehát őket nem érdekli, hogy vajon mi lehet abban. Én nem tudom, mi van benne, mert nem tudom, nem is akarom tudni, de ez most ebből a szempontból részletkérdés. Jó, tehát gondold végig, például van egy nagyon tehát iskolázottság szempontjából alsó réteg, akik abszolút azt mondják, hogy minket ne oltsatok, mert mi nem tudjuk, mi van abban. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ugyanez. Honnan tudod, mi van a kajában? Hát amit te főzöl, azt tudod. Ha veszel egy kész terméket mondjuk egy bevásárlóközpontban, érted, vagy boltban a kész termék, élelmiszer. Most nem kenyére gondoltam, mert abban se tudod, mi van, na mindegy, mert nincs ráírva. De ha mondjuk veszel egy kész terméket, legalább megpróbálod felsorolni, mi van benne, aztán vagy az van benne, vagy nem. Érted? De ha te bemész egy étterembe és fizetsz, honnan tudod, mit főztek bele? Honnan tudod? Jó kérdés, nem? Arra nincs ráírva, mikor kihozzák neked, nincs odaírva, hogy ez meg ez van benne, ebből meg ebből csináltuk. Nincs benne. Érted? Sehol. Egy helyen se. Tehát az emberek, mintha nem gondolkodnának. Mi számít? Hát csak, hogy mit hallanak a médiában. Semmi más. Tehát nézzétek meg, hogy a kommunikáció milyen fontos az életedben. Érted? Tehát az befolyásol, aki vagy, ami a legtöbbet kommunikál veled. Ezt jó, ha tudod. És annak a befolyása alatt vagy, ami a vagy, aki a legtöbbet kommunikál veled. Beszélhetek én hozzád, ha te ötször annyi médiát hallgatsz, vagy tízszer annyit, érted, mint én.
akkor olyan, mintha a falnak beszélnék körülbelül. Tehát egy érdekes világban élünk, és akkor ugye kiindulhatnánk abból, hogy hát mi lesz ennek a vége? Hát a legtöbb ember ilyen hurrá optimista, tudod? Hát az lesz vége, hogy visszaállunk arra, ami volt. Erre csak annyit tudok mondani, hogy röhög a vakbelem. Jó? Tehát ezt felejtsétek el, a visszaállást. Vagy nem fontos elfelejteni, csak a visszaállást tudod mit hozna? További elhűlést. Ahogy szépen elhűltek az elmúlt 50 évben az emberek, mondjuk 9 éves koromtól, vagy 10 éves koromtól, ahogy szépen elhűltek, hát menne tovább ez az elhűlés. És akkor ugye megkérdezném, mert ugye jellemzően olyan nyitottságú emberek hallgatnak, főleg mostanában, akik ugye valamilyen szinten nyitottak a szellemi dolgokra. Tehát mit jelent a szellemi dolog, ami nem kézzel fogható? Akkor kérdezem én. Ugye azoktól, akik valamilyen szinten szellemi embernek hiszik magukat, hogy vajon a fentiek meddig tűrik az elhűlést? Szerinted? Tegnap néztem egy ilyen dokumentumfilmet, a History volt, azért nem szeretem nézni, mert mindig beraknak reklámot, és ott volt szó arról, hogy ugye hát vannak akik ilyen ásatásokat csinálnak, tudod, régészek, na eszembe jutott, hogy a régészek miket találtak, és arról beszéltek például, hogy az obeliszkek meg a piramisok azok milyen célt szolgáltak a múltban, mikor azt építették. Tehát nem a mostani épített obeliszk, nem a mostani piramis, érted? Hanem ilyen sok ezer évvel építettek ezelőtt. Milyen célt szolgáltak? És akkor például találtak egy olyat, hogy mit tudom én, az egyik ilyen obeliszk közelében csomó csontváz, de ilyen több ezer éves. Csontvázat. És gyakorlatilag a település utcáin haltak meg. És sugárzást mértek azon a környéken. Tehát ott sugároznak a csontok. Tehát gyakorlatilag milyen? Atomsugárzás. Több ezer évvel ezelőtt valami atomrobbanás pusztította el az ott élőket. Érted? Több ezer évvel ezelőtt atomrobbanás. És akkor ugye totozzák azt, hogy vajon ezek az építmények, az obeliszkek, meg ezek a piramisok, ezek mit csináltak. És ugye arra jutottak, hogy igazából energiát gyűjtöttek vele az univerzumból. Energiát. Na most ez, hogy ilyet lehet csinálni, ez tuti tény, mert ugye Tesla ezt bebizonyította és be is mutatta. Ugye ezt tudjátok. Tehát Tesla pontosan ezt be is mutatta, hogy ez működő dolog. Nyilván az életében természetesen. Tehát ő több ezer kilométerre képes volt villanyáramot közvetíteni kábel nélkül. Ha nem hiszed, nézz utána. Csak képzeld el, hogy az ugye mi nem valósult meg, hát most képzeld el, akik kábelen vitték az áramot, azok minden tönkre mentek volna. Oké? Na most mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval gondolj bele,
több ezer évvel ezelőtt már olyan technológia volt, ami még most jelenleg nincs itt a Földön. Érted? Tehát magasabb volt a technikai fejlettség, mint ami jelenleg van. És hova lett az az emberiség, meg hova lett az a technológia? És valaki nem tetszett embereknek, és akkor fogták, és atomrobbanás, érted? Tehát nem embereknek nem tetszett, hanem nálunknál fejlettebb lényeknek. Tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy mi itt azt csináltunk, amit akarunk, akkor csak mondanék egy dolgot, jó? Tehát az USA meg akarta támadni, ugye tudjuk, pár évvel ezelőtt Iránt. És nagyon érdekes, mert a technikai fejlődést az különböző vezető országok az nem egy forrásból kapják. Nem egy forrásból. És kiküldték a flottájukat, és hogy majd azzal ugye megtámadják Irán. Erre az oroszok fogták, kiküldtek egy hajót, egy anyahajót, arról felszállt egy MIG, és megbénította az amerikai flottának az elektronikáját. És akkor erre fogták, és az orosz, az amerikaiak visszafordultak, és nem támadták meg Iránt. Egy MIG. Ami azt jelenti, hogy ha az emberek azt gondolják, hogy itt bárki bármit azt csinál, amit akar, érted? És nincs megoldás gyakorlatilag mindenre, akkor óriási tévedésben vannak az emberek. Tehát a megoldás az azt jelenti, hogy például az is egy megoldás, hogyha már az emberiség nem kívánatos, akkor fogják ezt, leradírozzák a Földről. Vagy ha mint ami megtörtént ugye az emberiséggel, nem tudom, 6-szor eddig. Na most, ha ezt tovább nézzük, akkor nem tudom, tudjátok-e, biztos tudjátok, mert ha más nem, a hallgatóság az tudja, hogy minden esetben azért törölték el, mert elkezdtek nem úgy működni, ahogy kellett volna. Hát most mondok egy példát, mi voltunk Pompejben, és tanulmányoztuk a Pompejt. És hogy milyen volt a pompei élet. Vettünk könyveket, mindent, és tehát úgy mentünk oda, hogy felkészültek. Sőt, még azt is csináltuk, hogy a nejem felolvasott a Pompeiról szóló könyvben, hogy milyen volt az élet Pompeiban. És akkor ott végig mentünk, és láttuk azt, hogy tényleg olyan élet volt, hogy semmi nem számított az embereknek, csak az, hogy szórakozzanak. Tehát semmi más. Az volt a céljuk, hogy szórakozzanak. Hát ez nagyon ismerős. Ma is így van. Ez nagyon ismerős. És tehát az volt az, tehát mit tudom én, hány méterenként volt kocsma, érted? Meg bordélyház. És érdekes módon a Vezúv az így eltüntette az egészet, úgy, ahogy volt. Rárakott vagy 6 méter hamut, meg földet, ugye az idő. Onnan kellett kiásni. Szóval, ha végignézed, például van egy olyan film, hogy Home. Fönn van a weboldalunkon egyébként. Home videó. Otthonunk, magyarul. És abban van szó róla, hogy hogy tesszük tönkre a Földre. És van szó róla, hogy például Tahiti vagy Haiti, mindig összekeverem ezt a kettőt, mindegy. Hogy élnek az emberek? Hogy tönkre tették a szigetüket? Erre ugye volt a múltkor ott egy hatalmas cunami, aztán a lakosság, felnőtt lakosság nagy része meghalt. Vagy egy jó része. És lényeg az, hogy letarolta azt a lakosságot, amelyik tönkretette a saját
élőhelyét. Érted? És ha te azt gondolod, hogy ezek a véletlen művei, na most csak annyit szeretnék mondani, hogy már az ember képes arra, hogy például tornádot vagy tájfunt hozzon létre. Tehát van olyan technikai eszköze, hogy tornádot vagy tájfunt hozzanak létre. És ezt be is szokták vetni időnként, csak már az ellenfélnek van olyan eszköze, amivel el tudja téríteni a tornádot vagy a tájfunt. Egy darabig nem volt, addig végig söpört a tengerparton, azt amikor ugye lett rá védelem, akkor már meg tudják csinálni, hogy eltérítik. És akkor nem megy a szárazföldre. Na most gondold végig, hogyha az ember képes arra, hogy az időjárás befolyásolja, akár mondom tornádot vagy tájfunt hozzon létre, nyilván te nem vagy rá képes, mert nincs meg az a technikai eszközöd, de ha ezt megcsinálják emberek, akkor gondold végig, hogy vajon azok, akik felügyelik a bolygónkat, azoknak milyen technikai eszközeik vannak, amit ugye a tévé azt szokta mondani, hogy földön kívüliek. Bár ugye azt is jelenti, hogy egyenlő istenek. Mert attól függ, hogy honnan nézzük. Mert minél ugye alacsonyabb technikai szinten rendelkezik egy faj, annál inkább Isten az a lény, és minél magasabb technikai szinten rendelkezik egy faj, annál inkább földön kívüli. Nagyon érdekes ez is. Tehát gyakorlatilag ugyanarról van szó, ami azt jelenti, hogy sokkal fejlettebb élőlények bizonyos célzattal használják a bolygót. És most ugye ez a használat az, hogy innen lehetőleg olyan lelkek kerüljenek ki, akiket tudnak a jövőben használni partnerként. Tehát partnerként. Tehát ez mit jelent, hogy partnerként? Tehát, hogy együtt élni velük, nem rabszolgaként, hanem partnerként. Na most gondold végig, hogy azok, akik sokkal magasabb technikai szinten vannak, mint mi, tehát mi gyakorlatilag tudod, hol lennénk nélkülük? Hát a barlangba és talán kőbaltával tudnánk valamit kezdeni. Meg ilyen Nyílhegyen esetleg, még talán azon sem, hogy inkább Dárdán, ilyen pattintott kőhegyel, érted? De még a nyilat se találtuk volna föl. És valószínűleg a tűztől is félnénk, és nem használnánk. De körülbelül azon a szinten lennénk. Tehát amikor az emberiség nagyon el van szállva magától, akkor jó lenne, ha tudná, hogy az összes tudást azt kaptuk. Azt mind kaptuk. De hogy milyen célzattal kaptuk, az már más kérdés, jó? Hát az már teljesen más kérdés. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, mit tudom én, azt csinálnak velünk, amit akarnak igazából, szó szerint. Tehát nem azon a szinten, mint a függetlenség napjában, mert ne úgy képzeljétek el, hanem úgy képzeljétek el, mint mikor egy felnőtt egy gyerekkel gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Oké? És ugye, ha neked lenne egy baromi rossz gyereked, egy olyan gyereked, akikkel csak baj van, és már szinte látni se akarnád, mert vannak ilyen szülők, meg ilyen gyerekek, azt tudod, hogy vannak, akkor biztos nem ölnéd meg, de azt csinálnál, hogy mint amit sok szülő csinálta ezt, hogy hát akkor nem is akarok látni, ez kész. Ez ennyi, mert csak bajom van veled.
Na most ez a helyzet is már előzetesen, csak mondom, hogy megoldódni látszik, illetve valamilyen szinten már megoldódott. Tehát mármint itt a bolygón, most nem a szülők-gyerek kapcsolatát mondom, hanem azok az embereknek a kapcsolatát, ugye ezzel az egész világgal, ami most van, hogy vajon hát úgy kell tovább élned az életedet, mint ahogy éltél eddig. Tehát nem kellene tenni valamit saját magad és mások boldogulásáért. Tehát most azt gondolod, hogy mit tudom én, most vannak a lazítások, ilyen diszkriminációval természetesen, ami ha nem alkotmány ellenes, én megeszem a kalapom. Jó, tehát hát de meddig? Meddig lesz ez szerinted? Figyeld, eddig mióta az eszünket tudjuk, volt influenza járvány. És az nem nyáron szokott lenni. Az ősztől tavaszig van, legintenzívebben januártól. Ez mindig is így volt. És az influenza például 2019. januárjában az átlag halálozáshoz képest 5000-rel több halálozást csinált. Az átlag halálozás Magyarországon átlagosan havonta 12000. Tehát az átlag az halálozás havi szinten 12000. Na most ahhoz képest nyomott 5000-re többet, tehát abban a hónapban volt 17000 halálozás, tehát nyilván ez is benne van az átlagban természetesen. Tehát akkor a többi hónapban a halálozás az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 10000 környéke. De ugye január-februárban ugye általában mindig, ha megnézed az interneten, utána tudsz nézni, hogy 19-ben, 18-ban, 17-ben az influenza télen mennyivel több áldozatot hozott, mennyivel többen haltak meg az influenzában, mint amúgy. És ha megnézed, mindig január-februárban haltak meg a legtöbben Magyarországon. Mindig. És minek köszönhetően? Az influenzának köszönhetően. Az azt jelenti, hogy gondolod, hogy jövőre nem lesznek számok, vagy az idén össze. Hát a téli, őszi novembertől az őszi időszak, vagy októbertől, már attól függ milyen az október, egészen még nem lesz jó idő. Az emberek sokkal könnyebben érnek el légúti megbetegedést. Miért? Hát mert rosszabb a hangulatuk. Érted? Mert ilyen depressziós időszak van, mármint időjárás. Nem süt a nap, és akkor az emberek hajlamosak rosszabb hangulatává válni. De az immunrendszer úgy működik, hogy minél rosszabb hangulatúak vagyunk, annál gyengébben működik az immunrendszer. És az emberek hiába esznek gyümölcsöt már, mert régen ugye arra fogták rá, hogy nem tudnak gyümölcsöt enni télen, mert már addig, és addigra kiürül a vitamin meg egyéb anyag készlete az embernek, mert ugye már nincs gyümölcs, csak max befőtt, az meg nem teljesen olyan, mint a friss gyümölcs. De hát figyeld, most már jó ideje a rendszerváltás óta te ugyanúgy tudsz télen is gyümölcsöt enni, mint nyáron. Jó, annyi a különbség, hogy nem a fáról szeded. Tehát ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az van benne, mint amit a fáról szednél. Jó, tehát de akkor is tudsz enni. És mégis, ha megnézed, semmit nem javult ez a kérdés. Ugyanúgy meghalnak, mit tudom én, csak nem 30%-kal, nem 50-30%, körülbelül 30%-kal többen január-februárban, mint az év másik időszakában átlagosan.
Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy számok azok lesznek, így is, úgy is. Hát ha megnézed, ugye jobban megnézed, hát már mintha nem is lenne más, már szív- és érrendszeri betegség, amiben régen meghaltak a legtöbben, többen, mint az influenzában, az mintha nem is létezne. Tehát mindenki koronavírusban hal meg. Nem mindenki, de a lakosság több, mint fele már. Állítólag. Oké. Persze, ha nem bocolják őket, akkor honnan tudják, hogy miben halt meg? Mert nem lehet őket boncolni. Na mindegy. Tehát gondold végig, hogy miért vannak ezek? Hát miért vannak? És szerinted jövőre? Mármint úgy jövőre, hogy az idéntől, idén ősz végétől nem lesz járvány. Hát magyarul innentől kezdve ennek a rendeletek hatására minden járvány megszűnik. Ezt gondoljátok? Akkor ti nagyon naivak vagytok. De nagyon. Mióta a világ, vannak légúti megbetegedéssel kapcsolatos járványok. Érted? Minden évben. Kisebb-nagyobb mértékben. Attól függően, hogy milyen az időjárás. Tényleg. Attól függően. Csak ez az egy befolyásoló tényező van. Minél borongósabb, minél hosszabb ideig borongós, minél hosszabb ideig nem látják az emberek a napot, annál több a haláleset. A légúti megbetegedések következményeként. És általában nem a légúti megbetegedésbe halnak bele, hanem a szövődménybe. És a szövődmény legtöbb esetben, tudod micsoda? Tüdőgyulladás. Márpedig, ha valaki tüdőgyulladást kap, akkor hát elég nehéz lélegezni tüdőgyulladással. De a tüdőgyulladás, én már voltam gyerekkoromban tüdőgyulladásos, és nem kellett levegőztető, vagy mi ez a lélegeztető, nem levegőztető, hanem lélegeztető. Nem raktak lélegeztetőgépre, mert tüdőgyulladásom van. Szóval érdekes világunk van, de ezzel semmi gond nincs ebben a világgal. Csak azzal van gond, hogy az emberek azt hiszik, hogy visszarendeződés lesz. Hát és akkor gondolkozzatok el ez egészen, hogy vajon ezt az egészet miért csinálják. Lehet arra hivatkozni, hogy azért csinálják, biztos, hogyha megkérdeznéd valaki, aki egy kicsit is gondolkodott, azt mondta, hogy azért csinálják, mert nem volt elég bevételük a gyógyszergyáraknak, és most milyen baromi jól jön nekik az, hogy ennyi oltást kell eladni, és ennyi oltás vagy is. És ezáltal, hú, milyen bevételre tesznek szert. Ugye tudod, hogy a gyógyszergyárak nagy része az a globális, multinacionális hatalom tulajdonában van. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy a multinacionális cégek mögött egy pár család van, és a pár család tulajdonosa kézen közön a legtöbb gyógyszergyárnak. Ezt csak úgy mondanám. Na most, tehát ugye logikus érv lenne, ha valaki ezt mondaná, hogy hát biztos ezért van ez az egész, hogy gazdagodjanak még jobban a gyógyszergyártók. Bár csak ennyi lenne mögötte. Csak ennyit mondom. Jó? Csak én tudom, hogy nem csak ennyi van mögötte. Jó? Bárcsak ennyi lenne mögötte. Mert ha csak ennyi lenne mögötte, akkor nem lenne mögötte ekkora propaganda. Ilyen egyszerű. Jó? Hogy az emberek oltassák be magukat. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Tehát akkor nem investáltak ekkor, nem csináltak volna ekkora propagandát. Jó? Elismerem azt is, hogy ez az egyetlen olyan ország itt Európában, főleg mondanám inkább, hogy EU-ban,
itt EU-ban, hogy van egy párt, amely már kétszer kétharmadot kapott. És ugye ők kormányoznak. Na most ennek következtében ugye el lehetett azt érni, hogy az alternatív média az felvásárlásra kerüljön, vagy eltűnjön. És gyakorlatilag nálunk nincs alternatív média. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom, az alternatív médiát nézi 50 ezer ember, a fősodrásot meg nézi 5 millió, az számolt ki mekkora különbség. Az százszoros különbség. Tehát magyarul százszor annyi a fősodrású médiának a hatalma és a maga a befolyása a népre, mint az alternatív médiának. Most onnantól kezdve az azt jelenti, hogy máshol nem így van. Máshol nem szűnt meg az alternatív média, érted? Szinte, teljesen. Hanem legalább egy 20-30%-os részt kap a kommunikációban. Tehát 20-30-szor annyi kommunikációt, mint nálunk. Érted? És a fősodrású meg nyilván annyival kevesebbet, természetesen. És mindenütt így van, kivétel Magyarország. Hát persze, hogy élen járunk az oltásban. Hát miért? Mert más nem is tudsz hallani a médiában, csak az, hogy oltasd magad. De hát mindenkinek a saját dolga az oltatás. Oltassátok magatokat, semmi gond nincs ezzel. Ha valakinek ez a döntése, akkor oltassa magát. Jó? Ha valakinek meg nem ez a döntése, akkor ne oltassa magát. Ennyi. Jó? Mindenkinek a saját döntése. Na szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol visszatérve itt a kommunikációhoz, hogy gondolkozz el rajta, hogy az van rád legnagyobb hatása, ami a legtöbb információt küldi az irányodba. Jó? Ha ez a barátod, akkor a barátod. Ha az a média, akkor a média. Jó? És olyanná válsz, mint akikkel kommunikálsz. Érted? Ha a média az a kommunikációs csatorna, akkor olyan a válsz, mint amit a média akar. Érted? Ha a barátod kommunikációját fogadod, akkor olyan a válsz, mint a barátod. Ennyi. Az ember így működik. Jó? És ez a gyerekeknél is csak addig van, míg nem érik el a serdülőkort. Mert addig tudod, mint szülő befolyásolni a gyerekedet. És onnantól kezdve fordul a dolog. Jó? És ugye kérdés az, hogy szülőként mennyire kontrollálod. Na erről mondanék csak egy-két dolgot, jó? Tanulunk most olyanokat, hogy személyiségtípusok. Méghozzá a személyiségtípusoknál olyan dolgokat, hogy mi a személyiségtípusok erőssége, mi a személyiségtípusok gyengesége, lehet tesztet csinálni önmagával kapcsolatban az ember, akár másokat is le tud tesztelni, ha ismeri természetesen, hogy milyen személyiségtípusba tartozik. Ez miért jó? Nagyon egyszerű, mert ha megismered az emberek személyiségét, akkor sokkal könnyebben boldogulsz velük. Ha megismered a saját személyiséged, akkor önmagaddal kapcsolatban is sokkal könnyebb boldogulsz. És ráadásul meg lehet tanulni azt, hogy az ember a negatív személyiség jegyeit hogyan köszöbölje ki. És a pozitív jegyeket pedig hogyan erősítse. És akár hogy vegyen föl új személyiség jegyeket, aminek neki szimpatikus. És hogy adja le ami nem, a számára nem szimpatikus személyiség jegyeket. Ez egy komplett képzés, ez megy egy hónapja, második hónapja vagyunk benne, természetesen visszamenőleg is hozzá lehet férni bármilyen képzésünkhöz, de nem ingyen. Ezt most csak azért mondtam, hogy tudjátok, hogy konkrétan olyan coach képzésünk van, ami nem hiszem, hogy bármilyen coachképző szervezet ilyen témát előszedett volna.
nem Magyarországon, a világban. Mondom, coachképző szervezet. Persze, lehet könyvekben is a személyiségekről olvasni, lehet, hogy már valaki részt is vett valamilyen személyiség típusokkal kapcsolatos képzésen, de hogy nem coachképző szervezet, az hód biztos. Től tanulta ezeket. És aki könyveket írtak ezzel kapcsolatban, hogy azok sem coachok voltak, az is biztos. Mi a coach? A coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító, és a coach képes arra, hogy kihozza az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Mert nem csak egy terület ismerete van a tanfolyamainkban, hanem az egész élet és az egész emberi működéssel kapcsolatban, ami fellelhető és ami szükséges lehet valakinek a boldogulásához, az itt információt talál. Tehát sok olyan kérdéssel fordultok hozzám, hogy segítsek ebbe vagy abba. Szívesen segítenék, csak akkor mit fogsz tanulni a képzésbe? Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem tudtok olyan kérdést föltenni személyesen, amiről én nem beszélnék majd valamikor a képzésbe. És ha valaki nem, tehát valakinek sürgősen kellene válasz, erre csak annyit mondanék, hogy akkor lehet, hogy akkor ismerkedtél volna meg velünk, illetve ezzel a képzéssel, amikor az a képzés ment volna. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát itt bárki, aki megismerkedik velünk, nem véletlen akkor ismerkedik meg, amikor megismerkedik. És az se véletlen, hogy nem máskor ismerkedtél meg. Tehát neked akkor kellett ide jönnöd, amikor megismerkedtél velünk. És ha valaki úgy gondolja, hogy hát de ő mégis meggondolja magát, és nem érdekli, hogy ő még nem akar itt tanulni, hát akkor pórú jár abból a szempontból, hogy az isteni felsőbb akaratot fogja és fölülbírálja. Én nem tenném. Én soha nem tennék olyat, hogy a teremtőm felsőbb akaratát felülbírálja. Jó? Na, erről csak ennyit. De ezt tapasztaljuk, hogy ide soha nem véletlenül kerültek az emberek. Mennyibe kerülnek a képzések? Mindent utána tudsz nézni a weboldalon, meg tudod kérdezni az ajánlódtól, vagy pedig mondjuk a vezetőtől, vagy az igazgatótól. Köszönöm szépen a figyelmeteket. 25 perc szünetünk lesz, majd azután lesz az önismeret coachképzésünk folytatása, de előtte természetesen még a házigazdáinknak van mondani valója felétek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a coachképzést, illetve a bemutatóképzést. Civil foglalkozásomat tekintve első szakmám az vasesztergályos volt. Nem voltam túl sikeres benne, ezt így már lehet látni, hogy egész más vizekre elvesztünk. Aztán sok mindent kipróbáltam, semmi nem jött be nagyon, meg egy idő után rá is untam. Még végül eltaláltunk 33 éves koromban a spirituális szellemi területre, ott is bebarangoltunk mindenféle dolgokat, mindenféle voltunk ketten együtt a feleségemmel, és egy idő után ráuntam az egészre, mert mindenhol ugyanazt mondták, de nem haladtunk tovább egy bizonyos pontnál, tehát nem ismertem meg annyira magamat, hogy változtatni tudjak dolgokon, amik már nem tetszettek magamban. És amikor ide eljutottunk, akkor találkoztam a PPH lehetőségével, a Facebookon rákattintottam egy reklámra, beregisztráltam, és így lettünk PPH-sak. Először az ember ugye, amikor bejön ide pár hónapig, szerintem ismerkedés folytat, igaz? Igazi bolya? Hogy hova is került, aztán jön rá, hogy milyen jó dolgokat lehet itt tanulni, és milyen használható, amit tanulsz. Sokan bele is esnek abba a hibába, szerintem, nézegetjük hibolyával ezt a dolgot, hogy olyan egyszerű a megoldás, hogy nem kezdik el használni. Tehát mintha jobban szeretnék a varázsos, meg az ilyen kicsit a földtől elrugaszkodó dolgokat. Talán aztán bonyolítani az életüket. Ha,
Jó a kifejezés, igen. Bonyolítani csodákkal az életünket, ahelyett, hogy egyszerű dolgokat használnak. Már pedig itt egyszerű dolgokról van szó. Ezt mi azért már tapasztaljuk szerintem életünkben is, meg ahogy segítünk másokon. Mind a ketten Gyulára jöttünk, hiszen egy pár vagyunk, van egy kislányunk. És amit kaptunk az akadémiától eddig, az itt látható szerintem rajtunk, hogy egész más emberekké váltunk, akik ismernek az elejétől kezdve, azok tudhatják is. Úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki most néz minket, hogy ne sokáig gondolkozzon rajta, kezdje el a képzést, és nem fogja megbánni. Ibolya? Ez így van egyébként. Tehát, mint elmondta párom, Gyuláról érkeztünk, 25 éve élünk egyre boldogabb házasságban. Hogy civil foglalkozásom rendőleg én kereskedelmit végeztem. Aztán nagyon jó, amikor most itt a Miklós beszélt a előadásban, hogy alkalmazotti lét meg a vállalkozásban, tehát hogyha magad ura vagy, ezt valóban már én is megtapasztaltam, és valóban hatalmas nagy különbség. Legutoljára egy családi vállalkozásban dolgoztam, és érdekes módon most már egy utólag rájöttem, hogy én onnan is kerestem egyébként a, hát hogy is mondjam, a kiutat talán, tehát azt a lehetőséget, ahol tudom magamat fejleszteni, vagy hogy éreztem, hogy ebben a világban sokkal több minden van, mint amit eddig megélhettem. És egyszer, vagyis nálunk először is a párom kezdte el a képzéseket, és nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni. Majd négy hónap után azt mondtam, hogy itt a helyem, és májnapig is azt mondom, hogy legjobb helyen vagyok, és a legjobb tanító. És néha vannak emberek, amikor így kommunikálunk és beszélgetünk, szervezünk, hogy neki olyan furcsa, amikor mondja azt, hogy Szedlacsik Miklós, hogy nincs másik ilyen hely, nincs másik ilyen lehetőség. És ezt én is így 6 év után azt mondom, hogy valóban nincs másik ilyen tanító, aki azért van itt, hogy átadja nekünk azt a tudást, azokat a módszereket, lehetőségeket, amivel valóban nem csak, hogy az aranykorba jutsz be, hanem egy arany életet élhetsz. Ezt mi már tapasztaljuk, nem csak mi, hanem akik itt vannak, és látjuk a csapatunkban, akik ide jönnek, és amikor ide jöttek, akkor milyen élethelyzetük volt, most milyen élethelyzetük van, most hogy tudják kezelni az élethelyzetüket. Tehát egyszerűen meg azt tetszett nekem még, ami nagyon megtetszett, hogy itt nincs kötelesség. Tehát sokszor van, hogy mondják, hogy hát mert ez a, hogy most bekerül egy rendszerbe, és akkor hogy az ízés. Nincs kötelesség. Tehát a Szedlacsik Miklós úgy olyan rendszerbe rakta ezt az egészet, neked nem kell menni az otthonodból, otthonról tudod hallgatni. Ezáltal egyébként nagyon jó, mert például nekünk is ott van a gyermekünk, és mi amikor hallgatjuk, akkor ezt ő is hallja, mivel hogy ő is ott él velünk. És ez ugyanúgy lehet, hogyha te otthon hallgatod éppen a párod, vagy tényleg a gyerek neked hallja, higgyétek el, nem mindegy, hogy mit hall. Valóban a médiát hallja, vagy ezekből a reklámokat. Igen, vagy innen a képzésekből kap információkat. És az mind elültetődik, és az egyszer csak biztos vagyok benne, hogy kivirágzik. A másik, ami nekem nagyon tetszett valóban, a Szedlacsik Miklós sem mondta, hogy a képzésnek az ára. Biztos vagyok benne, aki már így járt képzésekre, hogy milyen összeget kérnek el, és összeget fizetsz ki érte. Itt tényleg ez a 10.000 forint, ha már ennyit nem tudsz magadra szánni, én azt mondom, hogy gondolkozz el. Mert, hogy is szokták mondani, hogy a... Lehet rossz úton van. Igen, igen. Tehát a mai világban a lelki fejlődés nélkül nem fogsz tudni boldogulni. Mert akkora elnyomások jönnek ránk, és ha ezeket az elnyomásokat nem tudod kezelni,
nem tudod az élethelyzeteidet valóban megoldani, hogy azok meg legyenek oldva, nehéz lesz. Nehéz lesz. Annyira jó dolog egyébként azt is, hogy nekem is rengeteg felismerést kaptam, mind a mellett, hogy, mint hogy Pármi is elmondta, hogy nagyon sok képzésen vettünk már részt. És valóban nem voltak meg rá a módszerek. A másik pedig az, hogy például most itt van az önismeret. Nem egy két hétvége, meg egy hetes képzésből áll ez a témakör, hanem már most a harmadik hónapnál, negyedik hónapot kezdtük. És képzeljétek el, még mindig vannak új dolgok. Még mindig van nekünk Szedlacsik Miklós új dolgokat. És ez a jó, hogy itt nem siklunk át, itt mindenre megkapod a választ. Múltkor beszélgettem az egyik csapattársunkkal, és mondtam neki, hogy akkor kommunikálok másokkal, akkor kérdezik, hogy mit adott neki, mi az, amiben más. És mondtam neki, hogy gondolkoztam, hogy még igazából nem találtam meg rá a megfelelő szót, de mondtam neki, hogy itt nem csak az életműködésünket kapjuk meg, vagy látunk rá, hanem az, hogy a világ hogy működik a világban, a világ rálátását. Tehát Szedlacsik Miklós annyira akkora tudásanyaggal rendelkezik. Igen, hogy nincs máshol, sehol nincs. Tehát nem fogjátok megkapni, ez biztos. Meg az, hogy egy ilyen ember, mint Szedlacsik Miklós, aki valóban, amit tanít, ő úgy él, ő egy alapok alapján áll az etika, és hát a hatalmas szeretete. Ezt megtapasztalni, és egy ilyen embertől kapni a tudást, egyszerűen én azt tudom mondani, hogy csodálatos. És nagyon hálás vagyok annak, hogy itt lehetek. És én azt mondom, aki eddig gondolkozott rajta, ne gondolkozzon rajta, gyere, próbáld meg. Ha nem tetszik, akkor kilépsz, tehát ennyi az egész. Tehát nincs semmi kötelesség. De ne hagyd ki. Ha egyszer hozzád ér, jut ez az információ, akkor gyere és próbáld meg. Próbálj meg egy hónapot. Igaz, hogy egy hónap nem elég egyébként. Nem igazán látod át, hogy mit is kapsz itt. De én azt mondom, hogy ha megkapod, nem véletlen kapod meg azt, hogy eléd kerül az, hogy PPH, gyere és próbáld meg. A szünet után önismeret coachképzésünk lesz, melyen ha van lehetőséged, akkor várunk szeretettel. Viszont ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most 25 perc szünet következik, köszönjük szépen!